Horpadás az autó motorház tetején, helyszínelés nyomai a zebrán. Ezek a felvételek csütörtök délelőtt készültek Pakson. Itt egy gyalogátkelő helyen gázoltak el egy 80 éves asszonyt, aki súlyos sérüléseket szenvedett. Néhány nappal ezelőtt pedig Tamásiban egy kerékpáros sodort el egy 9 éves gyereket a járdán. A kislány könnyű sérüléseket szenvedett. A biciklis a baleset után nem állt meg, hanem segítségnyújtás nélkül továbbhajtott. A rendőrök elfogták az 50 éves tamási férfit, aki beismerte a bűncselekmény elkövetését. A hatóság felhívta a figyelmet, hogy a korai sötétedés időszakában az autóbalesetek, elütések is megszaporodnak, így ilyenkor még inkább oda kell figyelni arra, hogy láthatóak legyünk az utakon a többi közlekedő számára. Ez a biciklisekre is vonatkozik, nekik is meg kell felelniük bizonyos műszaki feltételeknek, vagyis legyen a járművön megfelelő világítás, és nem árt, ha van egyéb láthatóságot segítő eszköz is. Az autósoknak is nagyon oda kell figyelniük arra, hogy a többi közlekedő számára észlelhetővé váljanak, és ők is mindent észrevegyenek az úton. Ezt a tompított és a távolsági fényszórók használatával érhetik el, de a nappali menetjelző lámpát is lehet használni, annál is inkább, mert az új gépkocsiknak kötelező tartozéka. Ám fontos tudni, hogy ezek csak a jármű elején helyezkednek el, mondta Molnár Ernő, a Tolna megyei rendőrfőkapitányság forgalom ellenőrző alosztályvezetője. Tényleg nappali fényként kell használni, tehát a jó látási viszonyok között kell, hogy minket észlelhessenek. Nem árt átnézetni az autót egy szervízben, hogy a műszaki állapota, a lámpák, fényszórók rendben vannak-e. Ezt ingyen és bérmentve megtehetjük a rendőrség Látni és Látszani 2018 egymásért elnevezésű akciójában résztvevő autószervizeknél. Ahogy azt is ingyen kideríthetjük az akcióban résztvevő optikusoknál, szükségünk van-e szemüvegre a vezetéshez. A rendőrség akciója október 17-től december 7-ig tart. Ebben az időszakban több rendőri ellenőrzés lesz az utakon.